Jóda Lajos elvtársal, a Magyar Légiközlekedési Vállalat vezérigazgatójával beszélgetünk. Jóda elvtárs, én úgy tudom, hogy ön munkásőr is volt. Mettől meddig teljesített szolgálatot, és mire emlékszik vissza szívesen ebből az időszakból? Kétszer voltam aktív munkásőr. Először még egyetemista koromban, 1957-ben, a 9. kerületben, amikor létrejött a munkásőrség, majd később a 70-es évek legelején, amíg volt önálló munkásőr egysége a pártközpontban. Nehéz kiválasztani, mire emlékszem kellemesen. Én elmondtam már itt a Malév munkásőr szakasznak is, hogy a legmaradandóbb emlékem az a légkör, amely a munkásőrségben úgy 57-ben, amikor mások voltak a viszonyok, mind a 70-es évek elején megvolt. Egy sajátos közeg, egy sajátos légkör, kicsit még hiányzik is, meg kell mondanom. Végezetül azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan van megelégedve a vállalat vezetése a Malév munkásőreivel? Miután a 18. kerületi munkásőr egységgyűlésen is ismét elismerést vívott ki a Malév szakasz, tehát nincs is alapom, de okom sincs rá, hogy rosszat mondjak a szakaszról, én csak jót tudok mondani. Két okból. Egyrészt, mert a munkásőrök többlet feladatot, többlet munkát vállalnak magukra. És ezt tisztességgel, becsülettel látják el. Másrészt, és kicsit a gazdasági vezető önző szempontjai vezérelnek, amikor azt mondom, hogy nem tudok eltekinteni attól, hogy emellett az önként vállalt kemény társadalmi munka mellett hogyan látják el a gazdasági munkájukat. Azt kell mondanom, hogy jól, példásan látják el, és éppen ezért van tekintélye a munkásőröknek a Malévnél, mert nem csak abban mutatnak példát, hogy önként vállalnak többlet feladatokat, nem könnyű feladatokat, hanem ezt úgy vállalják, hogy az alapvető gazdasági munkájukat is kifogástalanul, sőt példamutatóan látják el.